Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kismerek József egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, katonapolitikai szakértő, és természetesen volt katonai attasé, és aki katona volt, az mindig katona marad. Szép jó reggelt, békés szép jó reggelt. Szép jó reggelt, kívánok mindenkinek. Erő és egészség legyen nekünk. Minden van. És nem nehéz hozzájutni a forrásokhoz, hanem ömlenek a források, viszont abból kiválogatni, hogy mi a fake news és mi a nem fake news. Ez a művészet. Ez a művészet, ezért már Oscart kéne, hogy kapjunk. Például vegyük a kotkotot, a legnagyobb csúcsot. A volt izraeli legfőbb ügyészt egy éven keresztül a nemzet ellenségének tartották. A parlamentben azt mondták, hogy őt már rég börtönbe kellett volna zárni, és lőn világosság tegnap előtt este, tegnap nyilvánosságra hozva, a volt legfőbb ügyész, aki ugyan 87 éves, elküldték őt, hogy képviselje ezen a nemzetközi hágai tárgyaláson Izrael érdekeit. Hát nyilván azért, mert nagy tapasztalattal rendelkezik, tudja, mit kell mondani, feltétlen a kormány politikáját fogja alátámasztani, hát most ezen azt hiszem senkinek nem kellene meglepődni. Hát de a kormánykoalíció az örjön, hogy hát idáig ő volt a bad guy, és akkor most őt küldjük el. Hát a kormánykoalíció, nem tudom, hogy a koalíció, azt tudjuk, hogy mit jelent, de hogy most működik-e Izraelben olyan kormánykoalíció, mikor miniszterek azt mondják, hogy hát én nem kívánok részt venni a kormányülésen, mert nem értek egyet azzal a politikával, amit a kormányunk folytat. Na most ezt is elég ritkán lehet hallani, mert hát az igazság az, hogy azért a kormánynak lehetőleg egy irányba kellene húzni legalábbis a kormánytagoknak. Hát ez itt most speciál... Nem le lehet. Is vették a napirendről azt, le. Amiről ők nem szeretnének tárgyalni. Így van. Mennyire eszkalálódhat ez a helyzet? Magyarország a szakértők hazája, mindenkinek ezer véleménye van. Lehet, hogy a térképen sem találja meg a szakértő urak, hölgyek, a fennnevezett országokat, amikről beszélünk. És azt mondják, hogy nem, a vöröstengeri probléma az egy ilyen, túl van más szakértők által turbozva. Hát tegnap beszéltem, mielőtt ma ezt megbeszélni veled, egy izraeli volt katonatisztel, aki ott szolgált a Vörös-tengeren. Aki elmondta, hogy hatnapos háborúban az izraeli flotilla nem tudott jól szerepelni, mert akkor az első világháborús angol hajóik voltak, és azokkal nagyon csúnyán leszerepeltek. A 73-as Jom Kipuri háborúban viszont már vadonatúj kis robogóik voltak nekik, amivel nagyon könnyen, pontosan tudnak, és most a gázai hadműveletben is nagyon nagy részt vesznek. Ugyanakkor azt is elmondta kérdésre válaszolva, igen, hibát követtek el, hisz a határvédelemben voltak lukak a gázai vizeknél. Nem nagyon mondható el, hogy voltak, mert én többször jártam az izraeli haditengerészetnél, függetlenül attól, hogy mivel véderőutasi voltam, ugye, az azt jelenti, hogy mind a három haderőnemhez el lehet menni, ha csak katonautasi, akkor csak a szárazföldi haderőhöz, illetve a légierőhöz. Jól meg vannak ők szervezve, Hajfában van a központjuk, ugye, és hát Asdodban van egy nagyon komoly kikötőjük. Gyakorlatilag teljesen lefogja a területet, tehát ugye a libanoni vizektől, hát ahol a libanoni, igen, ez mind nagyon érdekes, de én arról szeretnék vele beszélni, amiről nem beszélt ez a katona, a tengeralattjárókról. Van nekik négy darab tengeralattjárók. De tehát... arról, ahogy a héberek mondják, már csend, arról nem beszélnek. Miért nem beszélnek róla? Nem beszélnek arról, mert hát ugye
kettőt kaptak a németektől ajándékba annak idején, aztán még kettőt valahogy kibuliztak, valamit megvettek, valamit csak részben fizettek ki, de van 4 darab, tehát ez azt jelenti, hogy egy az általában javításon van, az a hajfai kikötőben van, a többi meg járja a világtengereket, de a világtengerek alatt nyilván a Vöröstengert értjük, illetve az Irán felé eső szakaszt, és hát természetes dolog az, hogy nem hozzák nyilvánosságra azt, hogy hol vannak a tenger alatt járók például, de ha megnézzük az amerikaiaknál, ott pontosan lehet tudni, hogy a tenger alatt járók merre vannak. Nem méterre, mert nyilván azt nem lehet tudni, meg egyébként is ezek úgy mozognak, hogy amerikaiak meg az oroszok egymást figyelik. Az izraeliek általában közel húzódnak Iránhoz, ha véletlenül valami rossz dolog történik, tehát háború tör ki, ebben az esetben csapást tudnak mérni a tengeralattjárókról is. Na most ezeken vannak manőverező robotrepülőgépek. Egy nem biztos, és erről nem beszélnek, Izraelben pláne nem beszélnek, hogy képesek-e arra, hogy atomeszközt is kilőjenek ezekkel az eszközökkel. Ezt a németek is egyébként csendbe szokták. Egyébként nem beszélek róla, tehát ez nem nyilvános ez az egész. Nem zárható ki azt, hogy rá lehet szerelni egy-két manőverező robotrepülőgépre atomfejet. Tehát ettől kezdve nem téma. Az izraeli külügyminisztériumnak tegnaptól új külügyminisztere van, egy rotáció keretében. A miniszter úr a Likud párt tagja, volt már földművelésügyi miniszter, volt már turisztikai miniszter, tegnap már megbeszéléseket is folytatott német kollégájával. Várható-e, hogy Németország soron kívül, Németország ugye fegyverszállításokkal van elfoglalva Ukrajnával kapcsolatban, hogy ők is beszállnak Izrael fegyver felerősítésébe, mert az utóbbi napokban, minthogyha, persze rosszul fogom mondani, töltényhiány lenne, Lőszerhiány lenne a legkülönbözőbb lőszerekből, és ugyanakkor az éjszaka láthatta a nagy közönség, hogy a gázai területen 12 méter a föld alatt egy fegyvergyárat találtak, ahol szallagszerűen töltényeket készítettek, különböző bombák. Hát hadiüzemek azok működnek, nyilván a palesztinok, illetve az a Hamas, nem a palesztinok, most ne keverjük a nagy, ezt a helyre is kéne Hamas, tenni, hogy ez meg ez nem van, ugyanaz. Van, aki ezt tökéletesen összekeveri, és, hát ilyenek és a palesztinok nem lehet. Igen, annyi izrael szakértő született az elmúlt 2 hónapban, hogy öröm nézni. Ez igen, de azért tényleg hozzátenném, hogy ezek a szakértők az akadémiából is megérkeztek, tehát ha valaki a perzsa nyelv tudója és leg a perzsa irodalom népszerűsítésével volt elfoglalva, akkor ő ma már egy palesztina szakértő, egy palesztin szakértő. Igen, elég sok van, tehát ez mondjuk nem újdonság, nem csak nálunk fordul ez elő, de nálunk különösen. A helyzet az, hogy itt a lőszergyártás az nem megy olyan gyorsan, sehol a világon. Tehát annyi lőszert nem gyártanak le, amit a mai háborúk igényelnek. Lehet-e látni az ukrán-orosz háborúban is, akár orosz részről is. Tehát, hogyha nekem valaki elkezdi magyarázni, hogy az oroszok el vannak látva hosszú időre, akkor tisztelettel megkérdezném tőle, hogy tessék mondani, akkor miért kell Észak-Koreából rendelni? Vagy hogyha az orosz képességek ilyen magasak, mint azt szokták mondani, akkor én megmerem kérdezni azt, hogy akkor miért kell vásárolni Iránból? Tehát itt azért, és ennek természetesen egyéb következményei is vannak, tehát én úgy gondolom, hogy a lőszer utánpótlás egy nagyon nagy lőszerigényes háború esetén nincs megszervezve. Sokat nem gyártottak le sehol, mert a lőszer romlandó, tehát egy bizonyos idő után meg kell semmisíteni. Nagyon drága megsemmisítése. Most egy új témát szeretnék bedobni, mert holnap Magyarország nézői majd találkoznak velünk egy kereskedelmi televízióban, még nem mondom meg a nevét, és arra gondoltam, hogy mi lenne, tegnap ugye Hold körüli útjára engedték 1972 óta először az amerikaiak egy Maszek holdjárat. Azért mondom, hogy Maszek, mert ez nem pontosan a NASA helyet vett benne, és egyszerűen földbe gyökerezett a lábam, amikor figyeltem a hírt, és mindenféle kis robotikák vannak rajta, amit iskolák készítettek, izraeliek, magyarok, mindenki a világon bedolgozott,
Ám temetőt is vitt magával ez a Maszek holdjáró, amit a kis robotok majd kitesznek, és ott beleengedik a földbe, akik ott szerettek volna eltemetkezni. Hát sok hülyeséget kitalálnak ráérő emberek, erre azt tudom mondani, hogy ez az az úgynevezett fölösleges tevékenység. Tehát én mert arról volt szó, hogy temetők a holdon, és így először angolul, majd utána fülembe tettem a Hever fordítást, mert egyszerűen nem értettem, hogy temető a holdon. Hát, és arra gondoltam, hogy biztos az a sok eszköznek, ami ott összeütközik, meg leesik, holdatér, annak a temetője, de kiderült, hogy kétlábúaknak, tehát emberi. Hát igen, nem sok értelme van ennek. Én szerintem, de hát én nem értek el, nem vagyok én űrszakember, de azt tudom, hogy ez azért, vagy legalábbis feltételezem, abban a kategóriában tartozik, amit fölösleges kutatni, igen, és semmi értelme nincs. Ezt csak Csalinak hoztam lehet, elő, lehet, mert az az érdekes, hogy ugyanakkor a háttérben ugye vannak, akik azt állítják, hogy a hidegháborúnak a tüneteit éljük jelen pillanatban, de ennek hátterében aláírták az orosz-amerikai együttműködést, hogy folytatják az űrkutatást együtt. Az űrkutatásban a nemzetközi együttműködés, az háború ide vagy oda, az folytatódik, és egymással vannak utalva. Tehát hát nem akkor itt mégiscsak van valami van, előre csak mondjuk mozdulás. Nem a halottakat kéne a holdra vinni, hanem egyéb körülmények. Az egy üzleti vállalkozás, hát valamiből igen, ki kellett a szerkentit fizetni. Igen, aztán lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők hosszú életet akarnak holtan is holtukban is folytatni a holdon, de én ennek vannak sokan, akik a szakértőket sok jelentőségét nem látom. Tehát de ez az mondanom, egyezmény hogy most, amikor itt mindenki az eszkalációtól remeg. Működik az egyezmény, tehát vannak területek, ahol együttműködnek. Hát egyiknek ez van, a másiknak az van. Eleve az alap megállapodásban arra törekedtek, hogy egymást pótolják, amit valamelyik ország kifejleszt, most itt nagy országokról beszélek, akkor átadja a másiknak. Vagy azt mondja, hogy én erre megyek, és erre specializálódok, és átadom a másiknak, vagy engedélyezem a használatát, vagy közös programot csinálok. Tehát az űrkutatás az nem, igen, nem ez egy ország. Ez idáig ragyogóan is ment, de körülbelül 15 perccel rá az Al Jazeera-ba láttam az észak-koreai elnököt, aki megígérte, hogy az űrbelő 3 különleges rakétát. Na most, ha ő az űrbelő 3 különleges rakétát, és ott együttműködnek az oroszok és az amerikaiak, meg a hullaszállító Maszek, akkor mi van? Tehát akkor mégis van egy harmadik fejlődő állam, akinek a polgárainak nincs mit enni, és egész oda is föl tudja lőni a rakétáit. Nem akarom minősíteni a Kim Jong-unnek az elképzeléseit, mindenki tudja, hogy elég furcsa. Ha nem szól bele nagyok játékába, akkor nem foglalkoznak vele. Ha bármilyen módon esetleg megzavarhatja ezeket, akkor pillanatokat leépítik. Tehát azt ők is tudják, nem hülyék azért az észak-koreaiak, de hát ennek a fiatal embernek, bár most már nem fiatal, inkább középkorú, azt lehet mondani, hogy vannak fura elképzelései, amit nem tolerálnak többen. De az amerikaiak azt mondják, hogy addig, míg az ő rakétájuk nem éri el az Egyesült Államok területét, bánya-kánya szokták mondani, ha csinálja. Ha őket veszélyeztetnék, akkor viszont odavágnak. Millió kérdésem lenne még, és most jöttek volna a tuszik a vizen, de nem jönnek, mert a pontos idő 8 óra, tehát búcsúznom kell öntől, hisz itt kopog az ajtóba a híradó. A híradó után jövünk vissza, és kövessék a Magyar Televíziók műsorrendjét, és ha föltűnik önöknek, hogy dr. Kisbenedek József professzor, és én szerénységem Brauer Péter megjelenik a késő esti órákban valamelyik hírtelevízióba, ott biztos előkerülnek ezek az érdekességek. A déli órákban, nem a késő esti. A déli órákban rögzítik. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Jövünk vissza a híradó után, tartsanak velünk.